A Jetszó Liga 13. fordulójával kezdődött a tavasz, ez az utolsó előtti alapszakasz béli mérkőzés. A címvédő MTK szerezhette rögtön az elején gól, de Méri Rita, a Viktória kapuja fölé lőtt a labdát. Ez volt egyébként a forduló rangadója. Aztán jönnek a sárga mezes szombathelyiek. Sikerült a befordulás Papdórának, de a gól nem jött össze. Ez már a második félidő. Méri Rita tol egyet, lő is, és bevédi szegény földes. 1-0 az MTK-nak. Egyébként télen 4 alapember is távozott az MTK csapatából, de hát így is bombaerős a kékfehérek kerete. Egy előrevágott labda, amelyet Henke Mánhán pörget föl, a lövése nem maradt elég ereje. Aztán egy hosszú indítás. Nagy Lilla beírja a védő, és tisztáz előle, Tóth kettőt kell megdícsérni. Méri Rita, de jön a kapujából földes, és előbb ér oda. Aztán meglódulhat Nagy Alexandra, de lelassul a futása közben, és a távoli lövést könnyedén hárítja földes. Túloldalom, széles Viktória, begyötri középre, elmegy keresztbe az ötösön, de ott van érkező és egy elegáns gurítás a hosszúba az FTC-től visszaérkező. 15,5 éves Magyar is egyenlít, ez a vége. Annyi helyzetünk volt, hogy Dunát lehetne belerekeszteni. Nem is értem, komolyan mondom, hogy olyan jól kezdtünk, hogy hogy tudott idáig fajulni a vége, azt nem egyszerűen nem értem. Nem találok szavakat erre. Ha ironikus szeretnék lenni, akkor a mai mérkőzéssel kapcsolatban azt annyit mondanék, hogy egy nagyon gyenge színvonal mérkőzésből kihoztunk egy jó döntetlen, de viccet félretéve egy-két játékosnak meg kell vizsgálni a saját lelkiismeretet, úgy ez a mai mérkőzés után, mert botrányosnak ítélek meg egy-két teljesítményt. Pont akire utaztunk ide, és ez a meccs 100%-osan szerintem sikerként könyvelhető el, mert amilyen körülmények között játszottunk, szerintem Szél is az első fél időben ellenünk volt, de második fél időben szerencsére ki tudtuk használni, és ebből jól jöttünk ki. Tulajdonképpen az időjárási körülmények döntően rányomta a bélyegét a mai találkozóra. El kell ismerni, hogy az MTK óriási, mondhatnám jelentős mezőnyfölényben játszott, ennek ellen nem tudott igazándiból helyzeteket teremteni a kapunk előtt.